A mezőgazdasági művelés veszélyezteti az ökoszisztémát, ugyanakkor az egyre népesebb emberiségnek kell élelmiszerbiztonságot nyújtani. Veszna Bengin az Antares projekt koordinátora. Vidéki gyerekként nőttem fel Szerbiában, és úgy éreztem, hogy országunk földje olyan termékeny, hogy egész Európát el lehetne látni innen, ha hatékonyan művelnék. Pontosan ez a jelenlegi kihívás. Miként lehetne olyan hatékonnyá tenni a mezőgazdaságot, hogy kisebb termőterület lássa el a föld egész lakosságát? A környezetvédelem cél, a klímaváltozás kényszer. A felmelegedéssel áthelyeződnek egyes haszonnövények termőterületei. Az is fontos, hogy a gazdák olcsóbb technológiával termelhessenek. Azt tapasztaljuk, hogy a gazdálkodók nyitottak az újításokra, hiszen maguk is a digitális kor emberei, és a gazdák között egyre több a fiatal. A mobiltelefon a földművelésben és az állattenyésztésben is a társunk. A jövő a digitális mezőgazdaságé, ahol kevesebb növényvédőszer hatékonyabban alkalmazható, illetve az öntözéssel sem pazarolunk vizet. Mindez olcsóbb és környezetbarátabb élelmiszertermelést eredményez, teszi hozzá az Antares projekt koordinátora Veszna Bengin.